Mihály Norbert, Erdei Zsolt és Bebe személyes tárgyaira is lehet licitálni, a bevételt pedig rászoruló gyermekek étkeztetésére fordítja majd a 10. jubilami flúgos futam szervezői csapata. A hétvégi száguldásról, a Budapest és Balatonkerese között kialakított útvonalról és a játék részleteiről kérdezem most Norbit, akit Florian Péter, a szervező kísért el a mai reggeli műsorban. Jó reggelt kívánok, szervusztok! No, hát nem is tudom, hogy melyik flúgosabb futamról beszélünk először, a hétvégéről, a Hungaroringről, a te hivatásodról, Norbi, vagy pedig erről. Arra is ki fogunk térni, de mégiscsak ugye ez most ez az apropó. Az, hogy eljött egy ilyen rendezvény a 10. jubileumi eseményéhez, ez azért mutat valami fajta erőt, nem? Hogy flúg ide vagy oda, de emögött nyilván van azért egy komoly üzenet. Igen, 2009-ben kezdtük. Akkor azzal a céllal jött létre maga a flúgos futam, hogy rászoruló gyermekeket támogassunk. Ez volt az alapvető cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy jó adakozni, jó adni valakinek, és jó támogatni egy nemes célt. Végül is ez az üzenet ma is megvan. Folyamatosan, minden évben azzal a céllal rendezzük meg a futamot, hogy gyermekeket támogassunk. Volt már itt például a támogatók között maga a Fóti Gyermekváros, akiket többször támogattunk, volt már például tavaly a Heimpál Gyermekkórház, idén pedig a Gróf Széchenyi Család Alapítványt támogatjuk, akik azt vállalták, hogy a befolyt összegből rászoruló gyermekek étkeztetésére fordítják a támogatást, illetve megpróbálunk orvosi eszközökre is gyűjteni. Lehet tudni, hogy nagyságrendileg nőtte itt a 10 év alatt ennek a támogatási összegnek úgy körülbelül a nagyságrendje. Ezt csak azért is kérdezem, hogy a résztvevők száma miatt, vagy az adakozási kedvnek mondjuk a növekvő volta miatt van-e ebben változás, és ez körülbelül mégis mekkora összeg, amivel kalkulálhat az adott évben az aktuális? Én nagyon remélem, hogy idén kapunk? Ez most tényleg meg fog növekedni. Uh-huh. Nagyon hullámzó. Tehát 2009 óta azért a cégek is változók, hogy mennyire tudnak adakozni, a magánszemélyeknél is ez változó. Én nagyon remélem, hogy egy növekvő tendenciát mutat, és idén pedig először próbáljuk azt, hogy neves személyeknek a relikviáit elárverezzük, és ebből próbálunk még több támogatást összeszedni. Nem csak az a fajta adakozás, ami adott esetben a résztvevőknek a részvételi díja, vagy nevezési díja, hanem akkor... A részvételi díj nem, a részvételi díj az maga a rendezésre megy el. Aha. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mi egy platformot biztosítunk arra, hogy adakozzanak az emberek, felhívjuk a figyelmet. Tehát mi nem is veszünk át anyagi segítségeket, hanem rögtön mindjárt mindenkit arra kérünk, hogy az alapítványnak utalja el a számlájára. És ez tiszta sor, akkor én tulajdonképpen nincsenek közülső kezek, ami általában mindig egy kicsit azért ugye viszolygással szokta eltölteni valamilyen okból kifolyólag ugye az adakozókat, ez így akkor nyílegyenesen oda megy. Norbi, amúgy egyébként, ha éppen nem a Hungaroring lenne dolgozni a VTCC kapcsán a hétvégén, akkor egy ilyen flúgos futam mennyire mozgatnám meg a fantáziádat, mint indulót? Abszolút, én tavaly is nagyon közel voltam hozzá, hogy a 9. flúgos futam. Egyszer már, hogy csak beérsz oda, hogy csak sikerül. Igen, lehet, hogy a 11-en, ugye ez a 10. ez olyan szempontból nem jöhet össze, hogy a hétvégén, ahogy te is említetted, VTCC futam van a Hungaroringen, ugye 3 hónappal ezelőtt már tudtuk, hogy ezen a hétvégén lesz a flúgos is, és nagyjából készülni tudtunk arra, hogy nem fogok tudni elmenni. Viszont a fővédnöki szerepet azt nagyon szívesen vállaltam, mert a kapcsolat az egy közös baráton keresztül jött, uh-huh. és láttam, hogy a flúgos csapat az iszonyatosan elkötelezett, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy például a relikviákból is a beérkező összeg, és az egyéb adományok, az egyéb pénzadományok is mind közvetlenül az alapítványhoz kerülnek. Tehát tényleg, ahogy elhangzott, nincs semmilyen közbülső plusz pénz állomás, nyerő, vagy ilyesmi, igen, ami gyakorlatilag ezt az összeget csökkenteni, és egyébként is a személyes hangvétel, a személyes motivációk, azok látszanak a fiúkon, lányokon. Én nagyon bízom benne, sajnos én magam is azért, és persze régmúltból, úgy gyakorlatilag a rendszerváltás követően indultak el ezek a fajta kezdeményezések, hogy adakozunk, adjunk valamit, szavazzanak rá, nem mindig sült el jól. Én szerintem ebben azért fejlődött a világ, fejlődött a társadalom, ugye más lehetőségek vannak, internet, sok mindent be lehet kapcsolni. Te magad hogy érzed, Norbert? Ugye óriási a népszerűsége, tehát a sportolók között már ugye többször kiderült, hogy népszerűségi és amúgy egyéb mindenféle fajta kategóriák versenyét is megnyered.
Érzed, hogy egy-egy Mihály-féle relikvia az képes az embereket úgy megmozgatni, hogy pláne, ha tudják, hogy mi a cél, komoly áldozatokat vállalnak? Én úgy látom, hogy igen. És például ez abból is látszik, hogy a tavalyi versenyoverállom az most 260 ezer forintnál tart. Mi a konkrét felajánlás egyébként? Mi maga? A konkrét felajánlás az az egyik legféltettebb erekjém, ez a tavalyi versenyoverállom. A tavalyi volt ugye az utolsó év az Engő Motorsporttal, azért az én szívemben is különleges helyet foglal el ez az overall, és ezen kívül pedig egy tavalyi sportfelsőt ajánlottam föl. A kettő összesen 360 ezer forintnál tart, tehát az overallra külön 260 ezer forintot ajánlottak eddig sportversenyre. Meddig megy a hétvégéig lehet licitálni? Nem, szerencsére sokkal tovább. Sokkal tovább. Május elejéig lehet valószínűleg majd az első, tehát májusnak a körülbelül az első két hetéig fogjuk még engedni a licitet, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg felkeltett az emberek érdeklődését. Szóval ez azért most egy új elem, és ezek szerint egy nagyon jó ötletnek. Igen, igen, és remélem hogy ez a új elem és ez a jó ötlet, ez még megmarad jövőre is. Mindig, minden évben megújulunk, tehát mi mindig arról vagyunk híresek, hogy minden flugos futam különbözik az előzőtől, tehát mindig új útvonal, mindig új állomások, mindig új dolgokat találunk ki, tehát lehet, hogy jövőre egy teljesen új relikviát fogunk bevonni. Nagyon örülünk, hogy a Norbinak a felajánlása megtörtént, és azt hiszem, hogy ez sikerre fogja vinni a dolgot. Jó, hát azt nem azt mondom, hogy azt kívánom, hogy minden évben legyen egy újabb overall, amit felkínál, mert nyilván az idei, meg abból lesz különleges, hogy ugye a Honda csapatához, a gyári csapathoz a szerződővény nyilván ugye ennek is van egy új, különleges helye a szívedben minden szempontból. Mielőtt egyébként kitérnénk a flugos futam idei flugjaira, picit azért a reményeidről a hétvégét, illetően Norbi, szeretnék hallani pár szót annál is inkább, mert nagyon előkelő helyre állsz összetetben is, és hát ugye a Honda vezeti a gyári versenyt, úgyhogy ilyen tekintetben gondolom, hogy jól halad minden, nem? Én is úgy érzem, hogy jól halad minden. Azt hozzá kell tennem, hogy a Hondás csapaton belül nagyon szívesen vezetném én az egyéni tabellát, ugye portugál csapattársam Tiago Monteiro, ahogy te is említetted, vezeti az egyéni pontversenyt, a Honda vezeti a gyártói értékelést, én jelenleg a harmadik helyen állok, úgyhogy nem is lehetnének jobbak az előjelek a Hungaroring előtt, ha valaki pusztán ránéz az összetett pontversenyre, és nem akarok nagyon elkezdeni szakmázni, de ugye van nálunk egy büntetősúlyrendszer, és ez sajnos épp a Hungaroringen lép életbe, és ez sajnos azt jelenti, hogy mivel nagyon sikeresek voltunk az első két verseny hétvégén, 70 kiló balassúlyt fogunk kapni a Hungaroringen, ami szerintem azért kicsit vissza fogja vetni a mi lehetőségeinket és a mi teljesítményünket, de továbbra is azt mondom és azt tartom is, hogy ha Hungaroring, akkor nekem csak a dobogó vagy a futamgyőzelem lehet a cél, úgyhogy idén is én úgy tudom, hogy ezekkel a handicappekkel is együtt. Ezekkel a handicappekkel is, tehát szerintem hazai közönség előtt egyébként is felszabadulnak azt azok a plusz kérdezni, energiák. Mit vársz ettől a találkozástól? Hát hiszen tényleg azt gondolom, hogy ebben a közegben, ilyen pesdítő hangulatban, olyan szurkoló táborral, amilyen neked saját jogodon is van, ez nyilván egy csodálatos. Azt gondolom, hogy nehezebb lesz a Hungaroring, mint az első két verseny hétvége volt, de az autó van elég jó ahhoz, hogy ezzel a plusz súlyjal is harcolni tudjunk dobogóért, vagy akár futamgyőzelmekért, úgyhogy ez az én célom. És van, tehát ugye tudjuk, hogy egy csodálatos, fantasztikus csapat dolgozott mögötted, ugye az Engő Motorsportnál, itt most nyilván egy picit más társaságba szoktál bele, mondod, hogy az autó önmagában tökéletes, már mint a méretesebb öltöny magadra húztál minden elemét, minden részét? Hát még nem, nagyon sok olyan apróság van, amit meg kell szokni. És például a csapat tekintetében is nyilván nem mozgok még olyan komfortosan, ugye a Honda gyári csapatánál, mint az Engő Motorsportnál mozogtam. Ismerem őket, tavaly már nagyon sok gyári teszten részt vehettem, de azért nagyon sok közös élménynek, pozitív, negatívnak, pályán kívül eltöltött időnek el kell telnie ahhoz, még úgy sikerül velük is összekovácsolódnom, mint az Engő Motorsporttal, de azt kell mondanom, hogy nagyon jó fej és nagyon pozitív emberek alkotják a Honda gyári csapatát, és én azt érzem, hogy nem csak az autón végeznek nagyon jó munkát, hanem
érzem azt, hogy igyekeznek nekem is ezt a fajta. Hát nagyon úgy tűnik, hogy legalábbis innen kívülről ez az átmenet, ez teljes egészében zökkenőmentesnek tűnt. Külső szemes, sőt, mit tudom azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon beleolvadtál és asszimilálottál ebben a csapatban. Nagyon jól érzem magam. Tehát úgy gondolom, hogy minden eszköz adott ahhoz, hogy idén sikeres legyek, és én úgy láttam az első két versenyét, hogy bár voltak néha szerencsétlen pillanatok, de az összetett harmadik hely is mutatja azt, hogy mindenképpen sikerült előrelépni tavalyhoz képest. Ez fantasztikus. No, hát nem azt mondom, hogy egy kis konkurenciát csináltatok egymásnak itt a hétvégén a program szempontjából. Abszolút nem érzem így, szerintem egy kis extra szorítás lesz. Abszolút lesz, mindenki szorít a másikért minden tekintet. Mert ugye a tavalyi, azt hiszem talán a tavalyi verseny összefoglalóiban látott képektől az egymást kötözzük meg, mint kötözött csonkától elkezdve. Minden létező, nem is tudom mi mindenen keresztül, tényleg rettenetesen sokfajta flúgot kitaláltatok. Végtelen a fantázia ilyen szempontból? Nagyon remélem, hogy végtelen. Nagyon jó kis csapat állt itt össze egyébként, akik szervezik, és mondhatom azt, hogy a kreativitás mindenkiben benne van, és minden évben megpróbálunk valami újat, igen. És az a jó, hogy van egy kemény mag is a flúgos táborban, akik minden évben jönnek, és azért ők is egy kicsit tudnak minket motiválni, meg segíteni abban, hogy na, mit kellene még kitalálni pluszban. Tehát szinte igénylik, várják, ugye? Nagyon várják. Tehát igazából szerintem évi 3-4-et is elbírnának a kedves flúgosok, hogyha mi bírnánk. Alig bírják, úgyhogy ezek a hónapokban. Igen, hónapokban telik egyébként leszervezni. Úgyhogy nem könnyű, de minden évben megpróbáljuk a lehetetlen. Nektek ez kiváló inspirációt ad, és ezekben mondhatni, hogy borítékolja annak a lehetőségét, hogy évről évre legyen esemény, mert hiszen van, akik akarják, igénylik, ott vannak, és hát persze a távolabbi alapvető célt, amiért az egész dolgot életre hívtátok, azt pedig nyilván nem téveszti senki sem szem elől, mármint a jótékonykodás és a segítségnyújtás. Úgyhogy sok cél van erre a hétvégére, mindenkinek ezek megvalósításához nagyon-nagyon sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.